Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvéradt Jézus, ott állt a parton, a tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az! Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki nem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangéliumok.